Hello, srácok! Ma egy hétfői streamen, újra hétfő, újra kezdődnek a streamök minden nap. Most a Super Animal Royale-t fogjuk megnézni. Hihetetlenül szórakoztató játéknak nézünk elébe. Igazából ezek is ilyen... Hát ingyen, hát nem ingyen, nem rossz kifejezés, tehát megkaptam ezt a játékot egy másfél hónapja a tesztelésre, hát meg szoktam néha így kapni, ugye a kémélerem, viszont nagyon sok játékot kaptam, viszont nem teszteltük még egyiket sem, vagyis hogy nem játszottunk egyikkel sem. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy itt van az ideje szépen lassan elkezdegetni ezeket. Úgyhogy például ezzel a játékkal már egyébként 10-es szintű vagyok a játékban, tehát ezzel már játszottam így mellékesen, csak így élő adásban még nem került rá sor egyszer sem. Chatbot az mindjárt megjelenik, remélhetőleg. Vagy már be kell nekem azt ütnöm, vagy megjelenik a nélkül is. Felkiáltó jel. Helynye. Nem tudok írni az élő chatre. Én, mint a chat vezetője. Hát ez hihetetlenül jó újítás. Ezt nem tudom, hogy felkiáltó jel. Hello. Hello, XD Zsomborella. Nem jelenik meg a chatbot, úgyhogy ezt mindjárt be kell, hogy állítsam. Hát nem. Hihetetlen. Ja de, megjelent, jó. Hát néha így fel kell ébreszteni, hogy amúgy megy a stream. Nem baj, a chat, ez a Nightbot. Külön fel kell ébresztgetni mindig, meg kaját adni neki, hát hihetetlen. Egy külön személyiségként kell vele bánni már. Tehát mindegy, lényeg, hogy itt van és csinálja a dolgát. Hát már amikor csinálja a dolgát, de ebben most nem mennék bele így különösebben. Na. Elkussoltatom. Mi megy? Ja, persze. Ja igen, a játéknak a hangját hallom, azt hittem el a streamben megy a... már a játéknak a hangja, mert elég idegesítő zenéje van, de mindegy. Gyors, bedobom a chatet és mehetünk játszani. Azt mondja, hogy... Just a minute. Aha. Jó. Kezdhetjük a játékot. Úgyhogy, hát akkor el is indítjuk egy pillanat. Pillanat, csak nagyra van állítva a chatbot. Vagy a chatbot stream. Merop. És én nem látom, hogy mit írnak a chaten. Ó, macerás ez az egész, nem mindegy. Hát, ez az a bizonyos játék, ami
amit úgy hívnak, hogy Super Animal Royale. Nincsen valami találékony neve, ettől függetlenül ne ítéljük el a játékot. Még lehet jó játék, értitek? Most nem tudom, mit kellene csinálnom. Hát szerintem, akkor várja, elfelejtettem, mit akartam. De jó, mindegy, nyomjuk. El is kezdünk egy EU-s meccset. Mondom, 10-es szintű vagyok a játékban, szóval... Hát nem tudom, én így már profinak tekintem magamra. Pár kicsit szarul van a mikrofon elrendezve, nem baj. Le kell tölteni? Ja. Sőt, hát várjál. Steam-es játék. Nem tudom, hogy ez most fizetőse, vagy csak én kaptam kulcsot így külön. De egyébként a fejlesztők általában szoktak adni kulcsot azoknak, akik streamen. Tehát streamerek helyett. Tehát, hogyha egy streamerre játszasz, akkor adnak hozzá kulcsot neked, hogy ingyen megkapd a játékot, hogy ugye a streamet így erősítsd vele, vagy nem tudom, hogy ez hogy éri meg nekik. Lényegében ez egy Battle Royale 2D-s játék. Mindjárt itt vannak fegyverek is, mindjárt megpróbálom megmutatni. Lényegében így össze lehet törni dolgokat. Nagyítani meg nem lehet. Ja, itt van. Tehát shooting range, tehát itt lehet megnézni, hogy ilyen fegyverek vannak, tehát tök fasz egyébként ez is. M4. Kettő fegyver lehet nálad, vagy legalábbis én úgy tudom. És akkor így lehet lövöldözni. És hogy hát ugye azt hiszem, hogy fingom nincs hány embernek kell lenni egy meccsben, és hányat fogunk megölni, de ez itt a map. Tehát full 2D-s, egyébként nekem így összességében tetszik. Op, 14 másodperc múlva kezdődik. Na, hát érdekes lesz így az első meccs, szerint 64-en vagyunk. Ja, és már lehet ugrani. Hát érdekes egy játék, az vitathatatlan. Egyáltalán nem ismerem a mapet, úgyhogy menjünk oda, ott van valami lila, hát az loot lesz, vagy nem tudom. Elvel ugrunk. Jaj, még néznem kell a billentyűzetet, mert nem túl evidens, hogy... Aha, nem tudom, hogy oda fogunk érni. Aha, hát cseszettül nem. Persze, hogy nem értünk oda, nem baj. Oda megyünk utólag, hogyha kör is van, tehát ez egy full Battle Royale játék, csak... Hát én 2D-vel, vagy nem tudom, hogy tudnám ezt. Hoppá! Ezek a hordok, ezek robbannak. Leviszik az életünket, csak ezt nem tudtam, nem baj. Wow, lehet ugrani. Ez itt egy bánya lesz? Mine site, tehát... Ez egy bánya. Wow. Hoppá, jaj. Pá, ledobtuk lényegében borz farokkal, nem, mármint, hogy igen, farokkal. Hoppá, egy túsz. Assza meg, de a gránátot, ezt elcsesztem, nem baj. Hát lényegében olyan kevés HP-n maradt, hogy ez hihetetlen. Yeah, észrevettek legalább. Hurra! Hát ez az első meccs egyenlőre nem alakult túl szerencsésen, de nem baj. Igazából a fingom nincs, hogy most mit kéne csinálni, de körben vagyok.
Tehát azt hiszem, hogy Early Access még a játék, tehát nem kell tőle. Ha jól tudom, akkor Early Access-ben van a játék. Segéd Bekor írja, hogy TLS, és mit szeretnél? Hát az jó kérdés. Mindegy, hogyha van valami problémája, akkor writingolja le. Hoppá. Ez mi? Van egy így. Oh. Pedig eltaláltam. Nem baj. Ez eddig nem a legjobb meccsünk szerintem, amit ma mentünk. Nem baj. Biztos, hogy az volt egy hibája, hogy rossz karaktert választottunk. Tehát van Tiger, tehát VR Janival is tudunk játszani, illetve malacsal és ilyen macskával. Hát ugye róka van a címben, ne legyünk clickbaitesek, rókával fogunk játszani, tehát meghódítjuk, amit meg tudunk egy róka segítségével. Már a játékban. De hogy elnézünk, van ilyen patkány, meg kutya, hogy ez csak ilyen játékbeli. Ó, lehet beszélgetni a pappal. Hey there, pup. Always nice to meet the fun. Hát a játékban nem nagyon törekedtek arra, hogy a szinkronizációk meglegyenek. Nem baj. A hangeffektek egyébként egész faszák. Na, el is kezdődött a második meccs. Hát lássuk. Arra rájöttünk, hogy ide nem jövünk többet. Legalábbis a mai nap során biztos, hogy nem. Hát ami azt illeti, nem is tudom. Ide kellene jönni, de itt biztos, hogy meghalunk rögtön. Úgyhogy várjuk ki a végét, és menjünk oda a roncstelephez, az is jó lesz nekem. Nem tudom, hogy itt biztos kidob automatikusan a busz, hogyha mi szarság van, nem lesz semmi, hogy meghalunk rögtön, mert nem tudom, ha nem ugrunk ki. Aha, ott sok volt a loot, szóval oda megyünk. Van free fall, hát úgy biztos hamarabb leérek. Bum. Ugye nem sebződtem. Nem sebződtem. Van egy SMG-nk rögtön, ami az előző meccshez képest pozitívum. Sőt, van egy így vesző. Megint van borzfarok. Az jó egyébként, az ilyen bűzbomba-szerű dolog. Hoppá! Bebiztosítottuk, hogy nincsen körülöttünk senki. Ja, ha füvet vágunk, akkor lesz loot. Hát ne idegesíts, már elmegy egy kertésznek ebben a játékban. Tessék, lootot dobál a fű. Hihetetlen. Banán. Ja, tudok banán dobálni. Te... Nem tudom, valaki látta, de nem pont oda sikerült dobni rá banánt, ahova akartam. Banán az nem ér semmit a borzfarokhoz képest. Úgyhogy akkor borzfarkakat hozok. Pisztoly! Az tuti jobb, mint ez a jövesző. Főleg, hogy zöld. Ó, ezek a labdák nagyon faszák. Lehet vele menni. Nagyon gyanús, hogy még nem találkoztunk ellenséggel. Hoppá! Az ott mi? Armor. Ja, azt hittem meghalunk. Van ilyen? Baszki! Hogy lesebeztük? Legalább... Hogy belefutott? Megöltük. Easy-ben.
Iziben. Ráadásul még ammód is, tehát hunting rifle. Hát jó, figyelj. Iszonyat fasza dolog. Health justice. Maxon van a healing. Hihetetlen. Viszont itt meghalt. Opa, ott volt a gránát. Hát a gránát az biztos, hogy jobb, mint a borzfaru. Hát, vagy... Hát, biztos. Borzfarok az csak füstgránát. Az azt hiszem nem sebez, vagy nem tudom, biztos tévedek. Na, akkor álljunk neki füvet nyírni. Várjál, hát fűből mennyi heal van itt? Nem lehet valahogy felszedni mégis, csak mindegy. Hoppá! A kör közben elkapott. Jajaj. Hopp, jaj. Hát ez nem... Hát meghaltunk a picsába, de jó. Nem baj. Második menet, az képest, ha 12-dik, 13-ak lettünk. Nagyon jó. Level 11. Hihetetlen. Egyszerűen kimaxoljuk a játékot stream végére. Van másik szer... Lehet duóba menni! Lehet squadba, hát ne idegesíts már. Hát csak... Voice chat lehet ebben a játékban? Ha jól látom, van voice chat, de... Team chat. Lehet, hogy van voice chat. De hol van a voice chat? Nem tudom. Viszont éjszaka lett a játékban hirtelen. Ez számomra egy aggasztó tényező. Úristen, hogy néz ki. Éjjel a játék, mindegy. Izgalmasabbá válik. Szóval 6 másodpercünk maradt. Megtaláljuk a helyet. A mappen. Háromszáztizenhetes pin. Hihetetlenül csodás. Most, hova érkezzünk. Vajon? Jaj, csapattal vagyunk, azt közben így elfelejtettem. E, vagy nem E. Hát odaérünk a csapatunkhoz, nem kell aggódni. Hello Pro. Try hard. Felettét olvastam életlenül, sorry. Szóval Hello Tryhard, a nevű profilember. Te dobtál egy kommentet a videóm alá, hogy lesz-e stream, azt ki meghalunk. Meghaltunk. Ez gyors volt. Szóval te kommenteltél, hogy lesz-e stream, erre nem tudok kilépni, hogy most mi van. Lépjünk már, engem nem érdekel, lív. Te kommentelted, hogy lesz a stream. Általában ezt felrakom vagy Instagramra, vagy oda Mr. Befridre. Láthatod mindig előre, hogy lesz-e. Általában hétköznap egyébként szokott lenni, hogyha nincs, akkor azt valahol mindenféleképpen bejelentem. Hogy nem lesz. És hogy mi miatt. Illetve, hát hétvégén mindig változó, vasárnap nincsen semmi, az biztos. Tehát
vasárnap sosincs se videó, se stream. Szóval ebből majd így kb. Abban tudsz itt tájékozódni. Na, el is kezdődött. Már kezd egyébként felmenni a feszültség bennem ettől a játéktól. Menjünk oda. Egyáltalán nem ismerem a mappet, úgyhogy tök mindegy, hova megyünk. Aha, ott van fegyver, ez jó lesz akkor. Hopp. Nem tudom valahogy felvenni az ilyet, anélkül, hogy nem. Jó. Van egy ilyen gömb, az nem tudom. A shotgun. De shotgun, ez elég epiknek tűnik, hát nem tudom, hogy mennyire lesz az. Hoppá, hoppá. Hoppá. Gránát. Az kell. Az kell. Jaj. Lépteket hallottam, de mindegy. Van 3 gránát. Hihetetlen. Ez a meccs már nyertes lesz. Érzem. Viszont itt van a kis... izé. Basszus. Nem már. Ez ennyire irányíthatatlan. Úristen. Olyan helyre kell menni, ahol nincs fa. Jaj. Nem is tudom, mi ez. Hamsterball. Hopp, puff. Puff. Hát, igen. Nem baj. Jaj. Csak sikerül beütni egyszer a körbe. Hogyha ebből a házban nem tudok kijutni ezzel a... jaj, jó. Nem tudtam volna kijutni, valószínűleg ide az összeroppanásra tudtam volna. Egy struc? Ez mi? Elütöttük a... és ott egy enemy team. Jaj, de jó. Ú, de jó. Jaj, de jó. Jaj, de jó. Húzzunk el a retekbe. Azt a rohadt mennyi minden. A lootot itt hagytak. Tényleg nincs is armorunk. Nem baj. Sőt, hát igazából ammom sincs, de mindegy. Benne vagyok a körbe, álljunk meg egy picit. Lootolni, vagy legalábbis valami fegyvert találjunk. SMG. Hát az lehet, hogy jobb, mint a... legalább abban van egy picit több alma. Hoppá, ott egy struc. Értetlen, az is menekül a körtől, vagy? Ez csepszi a kör? Hoppá, mindegy, nem tudjuk meg. Ez mi volt? Itt egy skunk gasvial. Hát jó. Ahogy érzi a játék. Menjünk tovább. Még egy struc, hihetetlen, mennyi struc van? Megdöglött a struc. Oká, hát evidens. Találtunk egy okát a játékban, ez hihetetlen. Jó, shotgun ammo, az jó. Hova tűnt a... itt van a golyó. Éveső pisztoly, epic pisztoly. Nem tudom, mivel jobb egy epic pisztoly egy szürke okánál, de mindegy. Gránát. Soti. Ej! Maxos a shotgun ammo, vagy mi? Az nem jó. Hoppá! Player! Ne! Meghaltunk. Hát nem baj. Hát lehet, hogy nem szkvadozni kellene. Igen. Igen, ez szerintem marad. Szóló. Ja.
Nem tölteni kell, mert nem örül a picsába. Ne, 18%-on van. Na, beszélgessünk a puppal. Ugyanazt mondja folyton, hát akkor tök mindegy. Lehet írni a chatre? Hol a chat? Mindegy. A campfire, ez mire jó? Lehet táncolni, ne szorakozz már, mivel? V-vel. Ez hihetetlen. Konkrétan itt nyomják a dance-et, ez hihetetlen. Érzitek? Halljátok a basszust? Nagyon durva. Jó, ennyi volt. Ez nagyon benyomott zene a játék, mindegy. Nem is mondok semmit. Arra mondjuk még nem jöttem rá, hogy hogyan tudnék kommunikálni én a csapattársakkal, vagy a játékosokkal. Tehát, hogy a chat gomb az például melyik? U vagy C, vagy... Hoppá, lehet így jelölni. Oké. Okay. Hát oké. Okay. Holy Team Gaming Official Channel, Hello Tryhard, Hello Nightbot és Hello Avejon. Ebben a hihetetlenül fantasztikus interaktív játékban szorul el a webkamera. Most már jól lát? Most már jobban áll? Most meg a chatet nem látom. Nagyon jó. Avejon. Na, most nem tudom, mennyire jelentsem így be. Viszont megjavult, és nem megjavult, csak tud streamelni. Ami nem egy hátrányos dolog akkor, hogyha együtt szeretnénk streamelni. Viszont az nagyon jó, hogy YouTube-on egy nézőt ír a stream. Ami azért fantasztikus érzés, mert YouTube stúdióban 6-ot ír. Mi a helyre van? Tehát a YouTube stúdióban 6 nézőt ír, 2 perc 19 másodperc átlagos nézési idővel, de nem baj, hát a YouTube néha úgy érzi, hogy negyedben most nem mennék bele. 85 másodperc múlva szűkül a... Hoppá! Jajjaj! Annak milyen... Meghalt! Megöltük. Hihetetlenül profik lettünk a játékban. Hoppá! Paszki! Ez sem tartott sokáig. You're out. Hát ez hihetetlen. Level 11. Megyünk a level 12-ig. Hihetetlen. Most megpróbálom orvosolni ezt a fost. Vajon miért ír one nézet? Lehet, hogy... Chatnek a sebességét nézi. Hát igazából leszarom. Ja, lehet, hogy azért ír ennyit. Nem tudom. Hát, hogy a Nightbot, mindegy.
Talkoljunk a puppal. I'm only Dr. Jennifer Dogna, de most renovned lablab. Ez egy teljesen fogyatékos beszélgetés egyébként a játékban, mindegy. Ez már... Most vagyunk a map lepsarkában, mindjárt kezdődik a chat. Chat? Chatet mondtam? Chatet mondtam, mert megjelent a nightbot, hihetetlen. Meccset akartam, sorry. Pillanat csak. Volt egy dugi sportszeletet, mindjárt megkeresem. Basszus. Beesett a... Konkrétan... Konkrétan bezúgott a sportszelet a gépház hátuljába, és megolvadt. Ez csodálatos. Jaj. Megszereztem a sportszeletet, no sponsored content. Végre megeltem a sportszeletet. Úristen, de megolvadt, tehát... Lényegében... Hát ez lehet, kéne valahogy... Le kéne hűteni valahogy, de mindegy most már. Á, hát ez így... Ó, hát... Ó! Hájá, ugrani kell. Te is hájá, nem szabad beszélni. Úristen, mennyi lót van. Armor. Közben egész faszán érkeztünk, itt annyi lót van, mint az állat. Jézusom. Jó hétvágyat, köszi! Gyorsan belútolok és megeszem a sportszeletemet. Micsoda? Hogy teleportált el innen a... Kicseréltem a fegyvert és elteleportálódott a másik. Mindegy. Jó, van még gránát. Ezekre a tépekre, szuper tépekre még mindig nem jöttem rá, hogy mit. Mire jó, de mindegy. Oké. Elteleportálnak konkrét a fegyverek. De mi történik? Hát mindegy. Jó. Hát maxos healünk van, az egy jó dolog. Darts. Gun. Tehát egy darts fegyver. Ez hihetetlen, inkább maradok a shotgunnal. Hoppá! Hát a kört azt rettenetesen benéztem. Ó, baszki, ez nagyon... Hol tudok kijutni ember az harapval? Ja, itt jó. Hát ez... Most meghalok. Jézusom, hogy megy le a HP-m, de hol a kör? Jézusom, hát vége a meccsnek, köszönöm, hogy itt voltatok. Jó, legalább van heal. Beszárnék, ha nem lenne. Aha, shotgun műszer. Jó, beérek. Beérek. Elvileg. Talán beérek. Várjál, nagyon szar irányba megyek.
sikerül még ma beérni, remélem. 2-1, és már megint megy a kör. Hát ez hihetetlen. Végre beérnék, és elindul a kör. Jó, most már körre fogok legjobban figyelni. A legveszélyesebb dolog a játékban egyébként a kör. És most elfogyott a hílem, de jó. Mint állatok neki füvet nyírni. Ilyenkor persze véletlenül sem adna be hírt, tehát ez hihetetlen. Amikor maxon volt a hílem, akkor csak hílt adott be a fűből. Most meg nem. Na végre! Végre 10 hír! Kivágok egy egész erdőt, de nem adna be hírt. Nem baj. Végre hír! Jó. Jó, van 120. Már az elég lesz. Mondjuk 200, az jó lenne. Hát az a baj, meg fogok halni, el fogom árulni a pozíciómat. Aha, jó, most már van 163. 173. 183. Jó, ennyi elég lesz. Az baj, le fogok bukni és meghalok. Fegyvereim viszont csak szürkék vannak, ami eléggé nagy szívás, főleg, hogy itt van valaki. Azt kézzen át lehet lőni. Aha. Jó. Egy HP-n maradhatott körülbelül. És itt a kör. Hát ez hihetetlen. Ah, mi? Jaj, de beszartam. Aha, hát ez hihetet. Ez nagyon fasza. Legalább meg tudom menni a sportszeretet. Komolyan úgy beszél kerül a sportszeretet, tényleg, mint hogy a szponzorált lenne. Szóval van nekem emotjaink. Ez... mi? Jézus, ez nagyon jó. Hát mennyi mindenünk van már? Kord. Csak kord. Ó, bajusz is kellene, az mindegy. Ja, de viszont rókával fogunk jönni. Akkor... jöhet a következő meccs. Távol eszem, ez nem egy evős ASMR stream. Baszki. Úgy beleolvadt, mint a szar. Hát ezért a gépház tetején tároljátok a csokit. Hát most a videokártya simán felmegy 80 fokokra általában. Mondjuk a csoki egy gépházon kívül, az jó, hogy van fűtés, de simán van egy 40 fok is gépház tetején. Azon azért nehéz nem szétolvadni. De faszán felturbóztuk a kis rókát. Köszönöm, a hangeffektek jobbak, mint néhány játékban. Amint, hogy néhány... hát, kicsit durvább játékban.
Úgy tudom, mi lehet a Nightbotnak a baja. Most már rájöttem egyébként, csak használni kellett egy picit. A timereknél van. Mindent kettő lányra kell bedni. Akkor fog megjelenni a chaten sokszor. Aha. Pillanat, csak átírok pár dolgot. Jézus! Van olyan, hogy nem ugrunk le? Én azt hittem kidob a busz. Jézusom, már vártam, hogy dobjon. És hol a kör? Hát haltam. Lényegében ez a meccs erről fog szólni. Jó, legalább faszos leti van. Jó. Megyünk be a labdával. Folyamatosan, ha most elindulunk, sem tudom, hogy beérünk-e. Téged elgázollak, mint egy szart. Már ha el tudnálak, de nem tudom, mert béna. Jó, legalább meghalt, legalább nem küszködtünk a körre. Hát mindjárt level 12, hihetetlen. Oh! Van itt Pringles is. Se sem szponzoráltat. Úgy képzeljétek el. Ebből viszont már lehetne ASMR-t csinálni. Ó, bassza meg. Bocsánat. Pringlesből ne csináljatok ASMR tartalmat streamben, mert leeszitek magatokat. Ez egy jó tanács, csak mondom. Pringlesből ne csináljatok ASMR-t. Ez mi a tök? Na jó. Mikor megszólal a chat amúgy. Menjünk ide a habas részére, mert nekünk még nem voltunk. Hát nem is tudom hova. Jó lesz ott. Azt remélem, hogy jó lesz itt. Jézus, ez ilyen hegyes vidék? De jó. És persze megint a map másik végén van a kör. Pisztoly. Füstgránát, azaz borzfarok. A dupla pisztolyom van. Hát ne szívass. Ez hihetetlen. Hogy lehet vele sorozni? A magnum lőszerem. Pisztoly. Gránát, az jobb, mint a borzfarok. Aha, gránát megy, hopp. A gránát nem jött össze, nem van. Kapod, meghalt. Easy man. Bocsánat, ezt el kellett sütni. Arra, hoppá, jaj. Nem nagyon vettem észre értelem. Dögölj már, miért egyeket sebez bele? Ja, mert a shieldje van, és meghaltunk. Meghaltunk. Csak így jelzem, hogyha valaki nem vette volna így észre véletlenül.
Pringles. Most lenémítom. Hát, vagy nem tudom. Mindegy, most chipset zabálok, sorry. Fizetős game. Jaja, fizetős. Na, ez volt a 3-4 jós ASMR. Lényegében 3D-ben hallottátok a chipset. Hihetetlen. 21. századi technika. Pizzás Pringles. Mennyibe kerül? Hogy őszinte legyek, fingom nincs. Mindjárt megnézem. Hát... Őszintén egyek, tényleg fingom nincs. Háromszáztól 3000 forintig mondanám, de... Ezt nem mondom biztosra, nem tudom tényleg, hogy mennyi. És mielőtt valaki késett a streamen és azt mondaná, hogy hackelve töltöttem le, nem hackelve töltöttem le, a fejlesztők kértek meg, azért látjátok a fizetett promóciót tartalmazós feliratot a videó elején, tehát ezt nem véletlen szokták általában a youtuberek kirakni, így általában valószínűleg azért szokták kirakni, mert tényleg promótált a videó vagy stream. Tehát ebbe azért így nem árt néha belegondolni, hogyha mielőtt leírjátok azt, hogy a fizetős a game és ti ingyen szereztétek meg. Tehát ez nem így van. Youtuberek által, vagy streamerek általában azért kapnak meg játékokat, hogy kipróbálják ezzel is ugye hirdetve a játékot. Na, csak ezt így letisztázom. Basztarolt! Milyen pisztoly már? Tollakat köp! Hoppá! Ja, azt hittem már ez itt. Aha, kék AK-t! Nem érdekel a pisztolyát, AK az mindent visz, mindent is visz. Hol találom meg olyan az inventory-mat? Az jó kérdés lenne. Lehet, hogy nincs is olyan, hogy inventory. Milyen jó kis copyrightos zene szólni. Jó, biztos játékokban nem mernek copyzenét rakni. És itt ilyen játékban biztos nem. Azt nem mondta, hogy megtelt az inventory, nem? Nem mond már, hogy megtelt. Nem látom, hogy milyen az inventory, vagy hogy mi van az inventory-ban. De az biztos, hogy megtelt, mert hát ez egyértelmű. Ez a higgyede kategória, hogy... Megnézhetném az inventory-n, bocs, nincsen rá gomb. És következő pillanatban megtelt az inventory-t, nem mehetsz fel lootot. Kösz, ennyi volt a játék számodra. Higgyed el, hogy megtett.
De miért nem tudom felvenni 120-an múlva maximum az AK-ba? Hát ez semmire nem elég. Ne szórakozz már. Hoppá, szétütöttük. Szét lehet ütni minden nyalomdát, nem. Aha, itt van valaki. Cseszhető feltűnően, aha. Mi? A shotgun csak eddig viszel, nem már meghalok. Ezt beszívtuk, mint egy szart. 19 card coin. És a következő menetben meg lesz a 12 level. Folytatjuk az evősi eszemmel. Just a minute. Szóval, hát... szóval menj. Szóval akkor nézzük meg együtt, hogy mennyi. Bejöttem neked Google-be, hogy Super Animal Royale. Tessék. Kérlek szépen. A Steam-en veszed meg a Founders Edition 8 euró, a Soundtrack 4 euró, a Super Edition 12 euró, tehát a Super Edition is 3000 forint. A Starter Pack pedig 4 euró, tehát nem. Összes DLC pedig... Tehát az összes DLC-t mindent megveszel 28 euró, tehát 9000-10000 forintban megvan az egész játék, hogyha mindent megveszel, tehát ugye 3000 forint. Akkor jól gondoltam. Tehát annyiért már megvan a sima edition. Remélem, hogy kimerítő választ tudtam adni. Hát ez kb. Az ára. Mindjárt felsorolom azokat a játékokat, hogy mik lesznek még streamben a napokban. Azt mondja, hogy my case, azt mondtam. Szóval a Tinker Town, azt tudom, de a Tinker Town az egy olyan játék, hogy több emberrel, tehát azt nem egyedül fogom nyomatni streambe, az úgy nagyon unalmas lenne majd, mert hogy a több külcsön, külön több kulcsot is adtak a kiadó, hogy ne egyedül játszak. Hoppá! Közben itt meccs van. Aztán a Mountains of Madness, azt nem annyira tudom. A Trader, ja nem, ezeket nem kaptam meg mind. A Tinker Town, azt megkaptam, de már... Ja de! A Trader Live, ja igen, a Trader Live Simulator, azt kipróbáltam. Hát majd lehet, hogy azt is. Az Elhio, az még egy rohadt jó játéknak tűnik, de... Várj, az milyen is? Azt megnézzük le a stream végén, és akkor... Ebben a streamben letudtunk kettőt. Hát, mármint, hogy nem letudtunk, hanem játszott, kipróbáltunk rögtön kettőt. Akkor a Paradise Lost-tal már játszottunk, és az Ultimate... Zombie Defense, de azt írja, hogy az... Lezárva. Jó, akkor hát akkor a... Amit holnap kipróbálunk, aztán az Elhio lesz. Vagy pedig lazítani fogunk egy kis R6-tal, srácokkal, nem tudom még. Hát
Igazából bármi változhat. Közben jött, lehet, hogy... Hát... Valószínűleg lesz stream holnap is. Valószínűleg videó is, ugyanúgy, mint ma. Wow, ez tök jó. Ez sokkal jobb a strúc, vagy mi ez, mint a... golyó. Ajaj. Golyó neki ment mindennek állandóan, viszont a strúc a legész. Mi van? 525-es ping. 485 és 60-as ping közt ugrál, ez hihetetlen. Nagyon fasz a dolog. Akkorákat tudunk ugrani. Ezt még ki sem használtuk eddig. AK. Az picit jobb fegyó. SMG... Hát az nem kell. Ez se kell. Hoppá! Már megint nem megyünk a körbe. Hol a strúc? Akarom a strúcst. Elmegy a strúc, vagy? Hát, órázra kéne kötni, nem tudom. Ezt így üzenem a játék készítőknek, hogyha még olyan állapotban van a játék, hogy lehet rajta változtatni, hogy a strúcnak mondjuk. Te póráz a játékba, értitek? Megöltem. Nice. Double kill. Double kill. Ez hihetetlen. Hát milyen double kill toltunk? Erre mondjátok, hogy... Mindegy, inkább nem mondjátok erre semmi. És akkor most kiöltem fel magam, mert nincs HP. Mindig megy a hílelés. Hoppá! Jajjaj! Jajjaj! Feltűnt valakinek, hogy itt vagyunk. Ráadásul szendvicsben vagyunk, mert jön a kör. Aha. Ne! Ja de, az jó. Mi? Lelassultam! Nem tudtam lőni konkrét. Á, de jó. New item. Top dance. Ez nagyon jó. New item, 25 card coin. New item, egy super DNA mágnes, nagyon jó. Egy super, 10 super blue jade, ezt nem tudom, hogy ezek mi. 8 super deathshake serum, ja jó, és level 12. Ott van a level 12, mondtam. Ha ilyen profin haladunk, Shirts Lab. Nyomjunk még egy meccset, én azt mondom, tök fasz a játék amúgy. Már megint este van a játékban, és hihetem. Jó, az utolsó darab Pringles, amit kiszórtam, mert nem szeretem mindent kirakni. Hihetetlen. Nessájnak erre van egy jó szava, de mindegy, ezt hagyjuk. Majd bevágom, hogy a stream montázsba bekerül ez a rész. El is kezdődött a csodálatos menet.
Menjünk be középre rögtön? Akkor menjünk be középre rögtön. De, hát hihetetlen. Oh, ott de sok a loot. Ne! Én lootot akarok. És sikerült kifogni azt a helyet, ahol a legkevesebb a loot. De jó, legalább egy shotit ad. Jó. Jó, legalább egy shotink van. Jó, van hírünk, mondjuk elég kevés, mindegy. Aj, de zavaró, hogy éjszaka van amúgy. Nem tudom, hogy lesz-e nappal ebben a meccsben, akkor most, hogy éjszakában fogunk itt játszani. Mindegy. Aha, jó. Sorry, csak hangokat hallok így a háttérben. Játék kicsit összezavarom, mert csak azért, mert bluetooth-os felhallgatóval játszom, aztán késik picit, nem tudom. Basszus, most jut eszembe, hogy napokon belül várható a videótek csatornára és a bluetooth-os felhallgatóval kapcsolatban. Sőt, AliExpress-ről rendeltem cuccokat azokkal kapcsolatban is, úgyhogy tech csatorna az nincsen másodfokra helyezve, vagy hasonló. Majd oda is jönnek tartalmak, csak hát most így naponta kettő tartalom erre a csatornára, az így önmagában sem kevés, szerintem. Tech csatorna... Majd a tech csatornán is ezt tartalom, biztos. Nem tudom. Oh, hangtompítós pisztoly! Milyen jó hangja van már! Pittyök te! Tiéted? Pittyök te! Aha, megtelt a lootunk. Jó, kénk sáté. Gránát. Hoppá, jaj. Hangtompító! Meghal. Tam. De vicces vicc volt. Várjál. Kezdődik az éneklés. Srácok. Hát ez hihetetlen. 200 IQ. Ez izé. Ez azt hiszem, hogy ez a autotune. Srácok. Néhány rapper így képes elénekelni egy számod, és mint úgy, hogy elmond egy szöveget. Várjál, mindjárt elmondok egy rapnek egy szöveget. Az a baj, nem tudok, csak Eminemet. Igen, nem nagyon nézek ilyen fos rappereket. Snoop Doggot mondjuk még tudnék mondani. Jó, nem azt mondtam, hogy a rapperek így bének, csak azt én nem tudom én értékelni zeneileg, hogy valaki egy szöveget felmond, és aláraknak egy beatet, és az a... az a zene. Az nem zene, hogyha valaki felmond egy szöveget. Tehát azért van különbség a között, hogy valaki rappel, meg valaki felolvas egy szöveget. Tehát az egyiket verselésnek, vagy mesélésnek mondják, a másikat meg rappnek. Bár nem értek, mondom, annyira a raphez. Eléggé minimálisan, tehát hallgatói szinten. Viszont nagyon fel tudok azokon idegesedni, hogy valaki hogy tud zenélni egy olyan zenét, ami lényegében arról szól, hogy beszél az énekes. Mert a rap az nem... Tehát mikor autotune... Tehát még... Mi? Meghaltam. Ez mikor...
csak az autotune az ének a számban, és mikor autotune nélkül kellene fellépni a színpadon vagy bármi, akkor rögtön vesül, mert akkor csak beszélni tud. Na mindegy, hogy kifejtettem ezt a gondolatmenetet, elérkeztünk a stream hát végéhez. Le is veszem ezt a felhallgatót, nem bírom már ezt a játéknak a zenét. Amúgy tök jó a zenét, tehát nem arról van. Hoppá, jaj. Igen, át kell, hogy írjam. Figyeljétek, milyen profi leszek. Ha mindjárt kezdünk, hogy szépen átírom. Intermission. Jaj. Missionra. Hoppá, elcsúszott, nem baj. Helyre igazítjuk. Úgy, látjad, profi stream, hoppá, még mindig el van csúszva. Így. Szóval nem bírom hallgatni tovább ezt a zenét. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Nagyon sokszor feltevődik videók alatt a kérdés, hogy mikor lesz stream. Ezt a lehető legtöbb módon próbálom veletek közölni. Viszont YouTube-os feliratkozók közül nagyon kevesen követnek Instagramon, úgyhogy tehát amikor belinkelem mindenhova az Instagramomat, az nem amiatt van, mert követőket szeretnék farmolni, hanem azért, hogy ott tudnánk tartani a kapcsolatot a nézőkkel, olyan szinte, hogy nem kellene akkor feltennetek a kérdést, hogy mikor lesz stream és hasonlók, mert ott általában mindent kirakok. Szóval, lezárva a mai streamet, csak a mai volt ilyen magányos stream, hogy egyedül volt, ami is egyedül beszélgettünk. Próbálunk majd R6-ozni, illetve hát lehet, hogy PUBG-ra is vissza fogunk térni, de ezt nem mondok semmit, meg lesznek meglepi streamek, meglepi játékokkal, amiktől már előre félek, de nem baj. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy ma itt volt. Gyorsan kikeresem az outro musicát, és lezárjuk a mai streamet. Aki nem látta volna még a mai videót, az mindenféleképpen nézze meg, mert ugye különben mérges vagyok, illetve 20, kevesebb mint 20 feliratkozóra vagyunk a 3000-től, ami egyébként egy nagyon fasz a dolog lenne, hogyha meg lenne, de mindegy. Gyorsan keresek valami jó outro zenét, nem ezt a megszokottat, várjál. Na vajon melyik legyen? Hát... Pipirüpü, hát mondjuk mire kiválasztom, elmegy az összes néző, tehát lényegében tök mindegy, hogy melyik lesz. Na vajon. Shake down? Az jó, Shakedown. Az jó lesz. Hát akkor köszi mindenkinek, aki itt volt. Pápa.